Pénteken érkezett Győrbe a Mozaik Múzeum Túra Roadshow, amit idén első alkalommal rendeztek meg. Az országos rendezvény sorozat 5. állomása volt Győr, ahol a Rómer Múzeum várta az érdeklődőket 9 programmal. Mozaik Múzeum Túra Roadshow idén első alkalommal azért járja az országot, és kerül több helyszínen megrendezésre, hogy a Mozaik Múzeum Túrát népszerűsítse, illetve hogy még közelebbé, még nyitottabbá tegye a muzeális intézményeket a látogatók számára. Győr az 5. helyszín a Roadshow programsorozatában, és hát egy teljes egésznapos rendezvénysorozattal készültünk a látogatóknak, egészen legkisebbektől a legidősebbekig. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 4 épületében zajlottak a programok, melyek közül a Fáról képet című múzeumpedagógiai foglalkozásba tekinthettünk be. A Magyar Ispitában Farkas Zsuzsa grafikus művész várta az érdeklődőket, hogy egy különleges technikával ismertesse meg a látogatókat. Tulajdonképpen magas nyomású, sokszorosító grafikai eljárásokat nézünk meg. Hoztunk néhány példát, ráadásul művészkönyvek formájában, hogy mit is lehet tudni egy dúcos, két dúcos, színes, fekete-fehér, magas nyomású művekről, illetve hát egy kisebb könyvet, úgymond füzetecskét gyártunk le, magas nyomású dúcok segítségével készítjük el a borítót, és utána mindenki kicsit egyedivé is teheti színes anyagok segítségével. A Rómer Múzeum egyébként a Roadshow-n kívül is tart különböző foglalkozásokat, melyek már bejáratott, jól működő programsorozatok. A tapasztalat pedig az, hogy az utóbbi időben megnőtt az igény a hagyományos technikák bemutatása iránt.